azzal foglalkozom, hogy mit lehet kihozni az anyagból, a bőrből, és természetesen elsősorban az anyagon keresztül. Tehát birkózom az anyag velem, én az anyaggal, és megszeretgetjük egymást. Ahhoz, hogy én ebből az anyagból dolgozhassam, ezért egy Isten teremtette élőlény az életét adta. Most az teljesen független attól, hogy ezt az élőlényt azért ölték meg, mert az embernek táplálékul szolgált, vagy pedig azért ölték meg, mert olyan szép a bőre, gereznája, a szőrmeje, hogy a hölgyeket díszítse mondjuk. Tehát akkor méltónak kell lennem ehhez az anyaghoz, ahhoz az egykori élőlényhez, hogy egy más funkcióban ez az anyag burkoljon valamit. Ennek az anyagnak olyan aurája van, hogy senki nem tudja magát kivonni alóla tapintásával, az érzékszerveivel, mert ha valamilyen anyagra azt lehet mondani, hogy az egyik legősibb, akkor a bőr az valóban az, mert véleményem szerint az ember előbb vett a kezébe megmunkálás céljából bőrt, mint hogy megmunkálta volna mondjuk a fémet, vagy előbb készített bőr, valamilyen bőrtárgyat, használati, funkcionális tárgyat, mint bőrből, mint textilből például. Mert egy úgymond melléktermék volt, amikor élelemért küzdött, és próbálta hasznosítani ezt az anyagot, amit lefejtett az állatról, ruházatnak, takarónak, vagy az állatban lévő csontot valamilyen eszköznek, amivel esetleg a csontot kiélezve, megköszörülve egy másik állatot ölt meg azért, hogy neki élelme legyen. Ugyanazt a tárgyat meg lehet fogalmazni többféle minőségben. Én igyekszem jobb minőségben megcsinálni. Számomra minden tárgy kedves, mert próbálok olyan tárgyakat alkotni, készíteni, aminek aurája van, ami a másik embert is megszólítja, és azt gondolom, hogy akkor értem el a célomat, hogyha az a tárgy a kialakításával, a minőségével, az esztétikumával meg tudott szólítani egy másik embert, a másik embernek is örömöt okozott. Nekem akkor okoz örömöt, amikor készítem a kezdettől, addig, amíg el nem készül, addig egy, mondhatnám, más dimenzióba kerülök.